Sziasztok! A mai reakció videóban mégpedig azt hittétek mi, és sosem lesz reakció videó. Nem bizony. Most igazság szerint egy milyen film ez videót csinálunk. Én kiválasztottam egy filmből egy jelenetet, úgyhogy ki kell találni, hogy mi ez. Egy kis szórakozás. És 10 filmből kiválasztottam. Igen, 10 filmet választottam ki, ezekből egy-egy jelenetet. Vannak nagyon rossz minőségűek, mindegy, úgyhogy ki kell találni, hogy melyik filmből van. Ahogy látjátok, remélem nem olyan nehéz. Mondd. Ilyen valami fogadás. Nem. Nem. A 10-ből 5 vagy annál többet kitalálok, én nyertem. Nagyon nyertél 5-öt, szerintem 8-at kitalálsz. Igen. 8-at kitalálsz. Mert akkor lehetett volna fogadni. Nem. Na mindegy, ha nyertem, írjátok a videó alá, Dani mit csináljon. Ha veszítettem, írjátok a videó alá, hogy Dicsi mit csináljon. Mit csináljon. Na, és akkor kezdjük. Az első kép pedig már itt is van. Egy, nem igazán látom jól, mi van rajta, egy vonat. Egy vonat. Tudom, van 3 ember. Jaj, konyolát! Ja, most már látom. Na igen, melyik jó, film? Batman sötét lovag. Jó. Okay. Ilyen egyszerű, igen, ja, vannak. Az elején nem akartam nehezettet, hogy azért ez. Ah, ott van sötét lovag. Így igaz. Harcosok rúgja. Egy kicsit nem akarszol beszélni, mielőtt akkor elhalálod. Jó, hát honnan tudtad? Hát ilyen könnyű kitatom. Igen. Mi leszünk nehezebbek? Nem, mint? Van, amik kicsit jó film. És honnan tudtam, így, tudod, van az a mém a Harcosok klubjából. Igen. Na, hát ugyanaz az iroda, meg itt egyből látni, látja az ember. Jó, oké. Okay. Jó, akkor nem is emlékszek a csávóra, de tudtam az iroda miatt, hogy izé, Harcosok klubja. Jó, hát... Na, az egyik kedvenc filmed. Igen, az egy dolog, de... Ja, és általában mindig mondjuk estet mit nézünk Danival, és ő mindig elmondja, Harcosok klubja, mondom nem. 300, nem. Mit szoktál még mondani? Fú, még szoktam valamit. Ezek... A hetediket, hetedik. Na, mert ezek a filmoknak ki letöltve. Nem letöltve, megvettem őket mindegyik DVD-ben. Így van, az Encore áruház, netes áruházból megvetted, Dani. Na, van saját felhasználó, de meghívott titeket. Még nem tudva. Nem. Na. Igen, Harcosok klubja. Igen, könnyű, 2-ből 2. Aj. Vajon mi lehet? Jó. Ez az a film, amikor a csávó egy kutyával élt pár évig és nem halt meg, aztán egy nővel összejött és rá egy nap alatt meghalt. Igen, az a film. Mi a film? Vissz legenda vagyok. Igen. Jó. Az én egyik kedvencem. Jó, oké. Okay. De gondoltad, legyünk bele egy Will Smith filmet. A Will Smith király. Remélem lesz azért legalább egy, Smith, amit nem találsz ki. De ilyen könnyűeket adtál. Jó, nem gondoltad, hogy ránézel és tudod. Jó, oké, okay, menjünk. Menjünk. De poénokat tudok mondani, mint a... Istenem! Na, legenda vagyok. Ja, Istenem! Én ezt nem tudtam volna. Én ezt a filmet nem is láttam, az igazat. Halálos iramban. Igen. Hát a... Én ezt honnan tudja? Várjál, ott van 4 felturbozott kocsi, és szerintem innen látom, hogy Vin Diesel mondja azt, hogy mi a család vagyunk. Kiszólt, hő, testvérem, lassítsa. Egy részét nem láttam. Halálos iram. Én láttam... Az 1-2-t az még jó volt, Tokai Drift király. Meg ez elvileg az első része. Meg öcsőmmel megnéztük, ami tavaly volt az a hét, amikor meghalt, ki hogy hívták, Paul Walker? Az, igen. Az még jó volt, csak a moziba, de én, hogy mondjam, nekem ez nagyon unalmas filmek. Lehet akármit mondani, nekem Harsiramban nem jó film. Jó, oké, okay. Jó, akkor következő. Nem, most már csak jönhetne egy olyan. 4-4, ja, Istenem, most ez mondjam! Ez nagyon jó jelenet! Elmondom, mit mondanak. Na mondjad! Elmondom, mit mondanak itt ebben a jelenetben, felmondtam, hogy lássátok. És akkor. Hogy van? A zombikkal nem viccel. Miért? Ismered lassan át a sarokról? Persze. Nem, persze. Mert egy nap feltűnt... Nem. Egy nap feltűnt, hogy eltűnt. De hogy tűnhet fel az, aki eltűnik? Úgy, hogy senki se tudja, hogy látja, mikor nincs ott. He! Rő, blogolj a MySpace-en! És blogolj. Jó, oké. Okay. Jó, oké, okay, következő. Horror rakadva 4. Igen. Még a 4-et is tudtad, te olyan... Oké. Okay. És Troy ott van a film elején. Oké. Okay. Jó. Legalább kicsit gondolkodik. Nagyon jó. Ne. Monty Python. Nem. Nem. Ne, sorozatot nem ér. Mert. Nem sorozat? De lehet. Trónok harca. Tehát egyből rájöttem, csak egy sorozat is lehet, de ruhából rájöttem. Trónok harca van csak ilyen izé ruha. Jó, oké. Hányi? 66? Nyertem. Nyertem. Akkor mondd meg a résznek a címét is. Melyik rész? Még ez a farkas, ez... Mert láttad az összeset, úgyhogy tud... Vagy legalább évadot. Hát ugye az... kinek a farkas? Hány percnél járunk?
6. 4 percig veszi még. Jó. Na, jó, mindegy. De második évad, amikor van a kampány. Első évad. Első? Első évad, második rész. Ja. Ez egy nagyon jó film. Csak azért tettem bele, hogy beszéljünk róla és reklámozzuk. Itt nem tudom, hogy itt gondolkozok, hagylak itt így gondolkozni, melyik film lehet. Csatornámon én szoktam... Danit hívják jelenleg, úgyhogy addig elmennyi beszélek. A csatornámon is szoktam ugye kórai zenékről beszélni. Ez kapcsolódik ez a film, hozzájuk látni a sámán, ezen sámánnak az arcát, mert az ázsiai, mégpedig kórai színész. A másik az embernek az arca az valamiért el van most. Hát a láng miatt, igen, igen. A hő. De ő is kórai van. Ő is kórai. Valószínűleg itt, aki már kitalálta, az nagy K-pop rajongó és K-movie rajongó, ez a 2016-ban a The Wailing című kórai filmnak a egyik rendetében van, amikor ördögűzés van, sámán ilyen szertartás. Mégpedig ez most jött ki tavasszal kórába, én ezt nagyon meg akartam nézni, és így Danival ilyen 4 hete néztük meg. És azt kell mondjam, az utóbbi 3 évben az egyik legjobb film, amit néztünk szerintem. Na tényleg nagyon jó film. Horror meg a leges legjobb. Én nagyon félős vagyok, és ettől még jobban féltem. Valami félelmetes volt. Én meg nem szoktam félni, és azért nézek horrort, hogy féljek, eddig nem féltem. Ettől a filmtől nem aludtam 3 évig, és utána még egyszer egyedül voltam a Koliszlában, nem volt benne Dani, és eszembe jutott az egyik jelenet. Nem tudtam elaludni, esküszöm. Na jó, menjünk tovább. Jó film, ezt nézzétek meg. Ez, ja, The Wailing. Mi csak Wailingnek hívunk. Wailing, igen. Eszemültem, hogy jól írtam le. A végére hagytam azért a jókat, aminken kell gondolkodni. Na ez érdekes. Ismerős a színésznő. Jó, jó. Magáról mit látunk a képen? Hát egy szertartás, esküvő. Igen. Ott egy áruhás pap, aki igazából áruhás tünde. Pap. Úgy tényleg, hogy tünde füle van, de nem tünde van. A filmből így, hogy tudom, hogy de nem tünde. Ő az pedig Frodo-nak a nagybátyja, nem tudom. Várjál. Ez valami tuti 2010 után jött ki, mert én nem ismerem. Szerintem láttad a filmet. Lehet faszolni, mert én ezt... Várjál! A... Ellopott tányér megtalálóiban, nem tudom. Lép tovább. Várjál. A csámost azt mondja neki, hogy add vissza a pénztartalmat, adni megadom a kezelet, amit... Nem. Össze fognak házasodni. Ja, tényleg. TV-ből is legyen benne valami, ő kedvenc film... Sorozata, a léhezők viadala. Én nekem az a filmről annyira tetszett, úgyhogy. Nem, de láttad. Egyszer. Jó. Ez egy többi film olyan, amiket szeretsz is. Hát de mondtam, hogy onokat válaszol, amit nem ismered. Na, ezt is, ezt láttad, de mégse tudtad. Jó. Na jó. Istenem. Na, ebben mondok pár jelentet, amit a kedvenceim. Egy. A törvény én vagyok. Ezt, hogy ezt a mondani az elején. Ez nem volt jó a hangsúlyozva. Na, én vagyok, nem. Én vagyok, nem jó. Mindegy, van egy másik részük, amikor elmennek a sivatagba, és mondja a robotnak, megölted apát! Arra emlékszel? Na mindegy, aki tudja, az tudja, mit mondok, ez még Death Bureau. Igen. Na Istenem, a kedvenc színészemről tettél filmet. Minden Stallone filmet láttam 5-ször. Jó, hogy gondolt, hogy teszik belé Stallone filmet. Akkor mennyi? 9? Hát, akkor még ez az utolsó. Igen, ez az utolsó. Visszajövő megy. Én ezt nem tudtam, én ezt megláttam a képet, én azt hittem, hogy horrorfilm, és épp megölt valakit. Hát de ez izé, Martin apja. Igen. Jó, persze, tudom, öcsém Martinnak hívják. Martin McFarrel kapta a nevét. Tényleg. Lehet, nem tudom. Majd anyu írd meg kompint. Na jó, ez nagyon egyszerű volt, jó, legközelebb te csinálsz nekem. 10-ből 9, hát de izéket adtál, mainstream filmeket, meg ilyeneket. Hát miket kellett valahogy, amíg ő nem tud semmit? De hát mit tudom én. Olyat, mint egy izé, valami magyar film, amit most adnak ki, Csányi van benne, Coming Out, vagy mit, azt mondtad is, de akkor is. De valamilyen, vagy azokat tudom. Túl sok filmet. Srácok, küldjetek nekünk, lent van azt hiszem az e-mail címünk megvan. Jaj, veszi még a kép. Ma még veszi. Jó, veszi. Van. Na, tehát, hogy megvan az e-mail címünk, a Facebookunk, nem, e-mailbe, küldjetek egy mappán belül, küldjetek nekünk filmeket, ugyanígy, ahogy én elnevezgettem őket, na, most ja, is elkattintva. És tehát, akkor... Ugyanúgy mögé elnevezitek. Kitaláljuk őket. Vagy külön úgy is lehet, hogy beteszitek a képeket. 20 másodperc. Beteszitek a... Ja, de hát az utána nem kell kép, kimerevíted. Ja. Tehát, kész. Hogy megfogjátok a képeket, azokat szépen berakjátok, elküldjétek nekünk minden cím nélkül, és egy Word-ben mondjuk beírjátok, hogy első, második, harmadik, úgyis jó. Úgyhogy, hogyha vannak jó filmjeitek, amiket szeretnétek, hogy mi találgassunk ki, és így mivel jóval nehezebb lesz, csak a ketten ütülünk majd is kitalálgatjuk. Srácok,
próbáljátok meg, írjatok nekünk, küldjétek el. A mi pedig megnézzük. Kitalálom, akármit raktok, kitalálom. 10-ből 9 mester vagyok. Jó. Oké, legközelebb nehezebbet. Videótékában voltam 8 évig tag, és több mint 100.000 forint tartozás. Tehát, hogy nem volt... Én biztos vagyok benne, hogy van annyi tartozás az Icsinek. Nem, nagybátyámmal jártunk, de sok tartozásunk van. Az volt, mert már bezárt az a téka, nincsen. Vajon miért? Nem tudták kifizetni a gázszámlát, mert valaki nem fizette a késedelmi díjakat. Nem, mindig az volt, hogy egy filmet kivettünk, egyet meg hitelre. Az otthon mindig azt mondtam, hogy a ninják kényszerítettek, hogy vegyük ki, mert nagyon jó film. Na mindegy. Ezt anyagát se hitte el. Nem, elkanyarodtuk a témától. Tehát küldjetek nekünk filmeket, képeket, meg mellé Word-be írjátok le, hogy melyik az. Mi pedig megnézzük őket. Tudjátok, mit lehet anime is, vagy kóreai sorozat, ha kóreaiaknak mondom. Okay. Kitalálom, több mint 300 animét láttam. Akkor írjátok rá, hogy az csak Ricsi nézze meg, mert akkor nem ülök itt hiába. Nem, azt neked kell küldeni, mert én kóreai filmeket nézek. De nem, neked küldik az címezve, hogy én ne lássam a megfejtést. Úgyis jó, tehát hogy nekem is elküldhetitek, ahogy szeretnétek. Már sokat beszéltünk. Na, császtok! Sziasztok!